Nagyvárosban nőttem fel, de gyerekként sok időt töltöttem a dédszüleim kertjében. Sokat bogaráztam, üldögéltem a természetben, és hallgattam a fák suhogását. Egy külön kis világ volt nekem ez a kert, pedig csak két utcával volt arrébb a lakóteleptől, ahol felnőttem. Még sokan kutyát vagy macskát tartanak házi állatként, addig mai vendégemnek a tyúkok a kis kedvencei. Hogy a vidéki életformához milyen gardrop párosul, az a mai adásunkból kiderül. Molnár Miléna influencer, aki a vidéki életet bemutató TikTok fiókjának köszönhetően vált ismerté. Videóiban mindennapjaiba ad betekintést, ahol állandó szereplőtársa Eta a tyúk. Miléna, vidéken nőttél fel, már egészen kiskorod óta ilyen környezetben nevelkedtél. Mi az, ami meghatározta így az életedet? Öltözködés szempontjából mindig a komfort volt előtérben, így szerintem a szüleim is ezt tartották fontosnak. Hát, így visszanézve azt mondom, hogy nem öltöztettek minket divatosan, tehát nem kaptuk meg így azt a támogatást, hogy nagy divatdiktátorok legyünk a tesómmal, de a komfort az mindenképpen az stimmelt, mert hát az egész gyerekkorunkat állatok közt anyán játszva töltöttük, és hát ennek megfelelőek voltak a ruháink is. Volt olyan időszak az életedben, hogy esetleg a környezeted emiatt cikizett? Amikor gimibe kerültem, akkor volt, mert nem voltam egy ízléses így a ruhák terén, és ezt így visszanézve már látom, hogy semmilyen stílusom nem volt, abszolút szörnyű volt az öltözködésem, viszont a suliba suli köpeny volt, úgyhogy ez így annyira nem is látszódott, és így nem is alakult ki igazából a tini koromban semmilyen jó divatirányzat számomra. Mikor kezdtél el tudatosan foglalkozni azzal, hogy mi van rajtad, hogy öltözködsz? Leginkább amikor a suli köpeny lekerült, tehát érettségi után beköltöztem Pestre, egyetem, és akkor egy teljesen új ruhatárat szedtem össze magamnak. Igazából én onnantól számítom a saját stílusomnak a kialakulását, és akkor már így jelen voltak ezek a kicsit konzervatívabb, ilyen irodai szettek, kicsit ilyen titkárnősen öltöztem az egyetemre is. Nekem mindig tetszettek a kockás anyagok, meg az ilyen. Hát azt mondták, hogy kicsit a koromhoz képest idősebbnek öltözök. Tehát ilyen öregasszonyosan öltöztem. Eta a tyúkom ma 1 éves lett, illetve van még egy örökbefogadott tyúkom, Ica, aki szintén áprilisban kelt ki, ő pedig most lett 2 éves, úgyhogy ma óriási tyúkparti lesz. Kapnak egy extra dinnyét, mind a két felét adom majd nekik. Szemmel láthatóan nem annyira élvezik az öltözködést, mint én. Nagyon sok olyan videót láthatunk róla, ahol Etával a tyúkkal közösen töltötök időt. Mit szoktatok közösen csinálni, vagy mit csinálsz te Etával? Én sokszor csak kiülök hozzájuk, így nagyon nagy nyugodtság övezi azt a területet ott, már csak ha ott vagy, akkor így lecsendesedsz. És ott ülök velük, vagyok, figyelem őket, és igazából így tudod megismerni legjobban az állataidat, hogyha megfigyeled őket, hogy amúgy ők milyenek, mit csinálnak, hogy kommunikálnak egymással és veled. Én nagyon szeretek mindenféle állatot, és a tyúkokat igen haszon állatnak terveztük, hogy toljanak majd, de mivel dísztyúkokat válogattam össze, ezek nem a legjobb tojók, szóval. Viszont nagyon szépek. Nagyon szépek, nagyon aranyosak, és amikor így elkezdtem velük többet foglalkozni, kijártam hozzájuk, akkor alakult ki ez, hogy Eta volt az, aki jobban közeledett felém, és nagyon bátor volt, mindenhova követelt, meg ilyen kis kommunikatív, és akkor így alakultak a dolgok, aztán most már öribarik vagyunk. És miket szoktatok közösen csinálni? Hát egy tyúkkal azért nem sok mindent lehet csinálni. De te azért ezt megugrod. Én ki szoktam vele próbálni mindenféle trendeket, meg szoktak jelölni ilyen videóknál, hogy ezt próbált ki, azt próbált ki, és ami nem az állat kárára van, tehát ami őt nem zavarja, azokat ki is próbáljuk, vettem már neki hámot, és akkor tudom vele sétáltatni. Egyébként a lisztkukac motiválja leginkább, tehát mindenféle trükkre így tudom rávenni, hogy kajacsalival. Vettem nekik hangszert, xilofonon játszottak, meg így ilyeneket szoktunk. Közösségi médiában milyen visszajelzéseket kapsz erre az életmódra? Teljesen vegyes. Nyilván van, aki nem hiszi el, hogy ez valós, mert hogy túlzás, amit a tyúkokkal művelek, és egyrészt igen, túlzás, de miért ne csinálhatnám? Tehát ez senkinek nem fáj, ez tök jó szórakozás, és még hasznom is van belőle, mert ugye tojnak. És van egy csomó olyan visszajelzés, hogy a gyerekeknek megtetszett ez a fajta életmód, és akkor a szülőket nyaggatták, hogy vegyenek tyúkot, úgyhogy van, aki többen is írták, hogy emiatt vettek ők is, és tartanak tyúkot. Megcsinálom elől a két nagy füves részt, mert össze akarom rakni a magaságyát. Sokan írják azt, hogy
túl vagyok öltözve a tyúktartáshoz, és nagyon sokan támadnak emiatt, hogy milyen ruhában nyírok füvet, és hogy sokkal szakadtabban kéne öltöznöm, ha ez az éles stílus igaz, amit én mutatok, és akkor ezzel szoktak így betámadni, hogy azért nem valós, amit mutatok, mert hogy nekik is van tyúk, de ők szakadt papucsba, meg tök más ruházatban tyúkoznak, és ezzel azért nem értek egyet, mert nem függ össze az állattartás az igénytelenséggel szerintem, szóval én szeretek a melegítőből is jót választani, meg hogyha kilukad, persze én is hordom, de miért ne lehetnék itthon is egy normálisan kinéző melegítő szedben, szóval meg a ruhának semmi baja nem lesz attól, hogy beporolom, vagy ráülök a fűnyíró traktorra, ami egy tök tiszta dolog, tehát nem érintkezek kosszal, bármilyen ruhába lehet füvet nyírni. A ruhatáradra azért jellemző az a kettősség, ami rád is, hogy vidéki, városi, vagy modern vidéki, ugye? Igen, igen, teljesen. Mindenféle sporthoz megvan a ruházatom, és a lovaglás az, aminek így a stílusa jobban megfog akár a hétköznapi öltözködésben is. Tehát ezek a klasszikusabb kötött pulóveres darabok. Az, hogy mindig beteszem a pulcsinak a derekát, például mindig hordok övet, ezek ilyen kicsit nekem ugye lovaglásból maradtak meg. Nagyon szeretem a magas szárú csizmákat, amik szintén egy kicsit így a lovas csizmára hasonlítanak, úgyhogy ez a vonal ez teljes mértékben felfedezhető a ruhatáramban. Az itthoni ruháimat szeretem így melegítő szettekben variálni, vagy mindenképpen kényelmesen nyúlós, bővebb fazonok, de a cicanacit is ugyanúgy szeretem. És hogyha van bent Budapesten dolgom, akkor pedig nagyon szívesen veszek fel mondjuk ilyen blazer, short szettet harisnyával, csizmával, vagy hát igazából ősszel mindenféle tök jó variáció van. Ősszel tudok a legjobban öltözni. Nézzük meg, hogy mi van a gardróbodban, és útközben jönnek a villámkérdések. Első kérdés, melyik a kedvenc zöldséged? Az avokádó. Ki a kedvenc zenei előadód? Nem nagyon hallgatok zenét. Színház vagy mozi? Színház. Ki főz többet, te vagy a párod? Hát a párom egyáltalán nem, úgyhogy én. Melyik a kedvenc színed? Sötét lila. Bőrkabát vagy farmerkabát? Bőrkabát, de az, ami szőrös. Mi ez a három dolog, ami mindig van a táskádban? Fülhallgató, korrektor és a pontgyűjtőkártyáim. Éjjeli bagoly vagy, vagy hajnali pacsirta? Éjjeli egyértelműen. Szerinted mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Nekem a tyúk. Mi a kedvenc kiegészítőd? Fülbevaló. Akkor nézzük meg a ruháidat. Ha este mondjuk elmentek vacsorázni, vagy színházba, akkor mit veszel fel? Szeretem a blézereket. Amint az látszik is, és ezerféle verzióját. Tehát vannak ezek a hosszabbak, amiket kabátként is lehet például ősszel, kabát helyett. Vagy vannak a nagyon kis rövidkék, amik itt egészen derékban vannak elvágva. Attól függ, hogy mennyire akarok kiöltözni. Tök jól variálhatóak amúgy, vagy vannak ezek a szettek, aminek van saját mintás alja. Mondjuk én nagyon szeretem a rövid gatya harisnya csizma kombót, ősszel én minden nap képes lennék ilyenekbe járni, és hogyha nem akarom túl formálisra venni, akkor mondjuk nem veszem fel hozzá a felső részét, hanem egy fekete garbóval, vagy vannak ezek a nagyon klasszik pulóverek, én ezeket nagyon szeretem. Tök jól variálható, sportos, elegáns, amit akarsz, mindenre jó. Mennyire számít nálad az, hogy hány fajta szín van rajtad? Szerettem a monokróm szetteket, ami mondjuk csak egyszínű, csak fehér, csak fekete. Én nem nagyon szeretem amúgy a rikító színeket, ez kivétel. Jó, de akkor ezt mivel azért veszed fel? Tehát akkor ez valami letisztultabb? Feketével általában. Uh-huh. Azért, mert ez már nagyon rikít ez neked? Ez már nagyon színes, ehhez nem tudok elképzelni még egy színt. De mondjuk két szín az, azzal én még így el vagyok, hogy mondjuk az övemet, a cipőmet és a táskámat összehangolom, és akkor a alsó-felső meg egyszínű. Ezeket például nagyon szeretem. De hát, amint látszik, főleg a fehér meg a fekete dominál a ruhatáramba, és nem azért, mert uncsi vagyok, hanem mert egyszerűen ez tetszik, tök jól variálható, és ha egy-egy színes darabod van, akkor igazából fehérrel is, feketével is össze tudod rakni, és ezerféle szett összeállítható. Mintákkal hogy állsz? Mert azt látom, hogy van kockás, meg egészen színes kis tweed zakód, de azért itt van egy nyári ruha is mintásban. Mennyire Igen. bírod a mintákat? Mert hogy említetted, hogy nagyon színekben azért nem bővelkedik a ruhatárad. Azért szeretem nagyon ezt a ruhát, egyrészt nagyon tetszik ez a kék-fehér kombináció, meg a mintája is, kicsit ilyen, engem ilyen népies motivumokra emlékeztet. Igen.
emlékeztet. És hát fontos nekem ez a népi vonal. Lehet, hogy a falusi mi voltam miatt is, meg azért is, mert néptáncoltam 10 évet. És például itt van ez a blues, mindenki le akart róla beszélni, hogy mennyire nyanya. De nekem annyira kedves, én annyira szeretem az ilyen kis aprólékos, hímzett, kicsit öreges, kicsit népies dolgokat. És akkor ezt mivel dobott fel, hogy ne legyen annyira népies, vagy annyira öreges? Hát kiegészítők, azok szerintem nagyon sokat számítanak, ezt már így megfigyeltem, hogy mint ahogy most is vagyok mondjuk egy melegítő szetben, hogyha a hajad jó, meg a fülbevaló bent van, akkor bomba a szett. Tehát akármit felveszel, a hajad legyen jó, meg a fülbevalód is kész vagy. Mi az a kiegészítő, amiből a legtöbb található a gardróbodban? Fülbevalóból van a legtöbb, azokat nagyon szeretem cserélgetni, mert nagyon, nagyon meg tudja változtatni az egész megjelenést. És hogyha ennyire átgondolt az öltözködésed, vagy egy-egy szetted, akkor te mennyire kevered például az ékszereknél az anyagokat, vagy akár a színeket? Tehát arany, ezüsttel mehet? Szerintem mehet. Én most már egyre inkább hajlok afelé, hogy fémeket lehet keverni, de én amúgy aranypárti vagyok. Szóval minden kiegészítőm így aranyra van berendezkedve. Durva lenne, ha mindenből lenne ezüst is, ahhoz egy külön szoba kellene. Meg egyébként nagyon szeretem a gyöngyöt. Akkor remélem tetszeni fog az a hely is, ahova most ellátogatunk. Mi elmegyünk az Oh My Pearl márkának a showroomjába, addig pedig következzen Fanni. Egy modern vidéki lány gardróbja után most egy olyan tervezőhöz látogatok el, aki a népi motivumokat ötvözi a kortárs dizájnnal. Az egyedi felületek, az izgalmas minták különleges textileket eredményeznek. Na de nézzük is meg, hogy hogyan készülnek. Mikor kezdtél el textilekkel, szőnyegekkel foglalkozni? Gyerekkorom óta nekem a nagymamám otthon mindig csinált valamit, hímzett vagy szőtt kisebb dolgokat, és annyira megtetszett, hogy aztán én már középiskolában is ezt tanultam. Nyíregyházára jártam a művészkiszak középiskolába, és ott egy textilművész mesterem volt, akitől az alapokat elsajátítottam, és aztán innen már egyenes út vezetett a MOME textil tervező szakára, ahol tanultam. De nagyon érdekes, hogy nem a ruhák világa az, ami vonzott, hanem inkább a szőnyegek. Igen, mindig is a struktúrák érdekeltek, hogy egy technikából hogyan lehet létrehozni anyagot, hogy megszőheted, meghorgolhatod, kötheted is, és engem ez elvarázsolt egészen kiskoromtól kezdve. Hogy jöttek képbe a népi motivumok? Hát ez is a gyerekkoromból fakad, én vidékről származom, és ott ez még egy ilyen viszonylag élő dolog volt gyerekkoromban. És aztán később már tervezőként visszataláltam ezekhez a gyökerekhez, és népi textileket kezdtem el tanulmányozni, és a doktori mesterművemben is ezzel foglalkoztam, és ez indított el tulajdonképpen a Dreaming Threads márkát is. Én alapvetően madarat, csillagot, virágot és geometrikus mintákat használok a textiljeimen. Abszolút az a célom ezzel a kollekcióval, ami a népi motivumokkal foglalkozik, hogy találjak egy olyan módot, egy olyan kompozíciót, színt és anyaghasználatot, amivel a kortárs enteriőrökbe, otthonokba beilleszthetőek ezek a motivumok, mert hogy eléggé távol kerültünk már ettől időben is és térben is, és én azt szeretném elérni, hogy az én nyelvem a design, és ennek a segítségével ezt olyanná formálni, hogy beilleszthetőek legyenek a mai terekben. Hogy néz ki az alkotói folyamat? Akkor az első lépés az az, hogy megtervezed, kitaláld azt, hogy is nézzem majd ki? Ez mindig egy ilyen több lépcsős folyamat. Először mintákat gyűjtök, tanulmányozom a népi textileket, és keresek olyan motivumokat, amelyek felkeltik az érdeklődésemet, és aztán elkezdek azon gondolkodni, hogy ehhez milyen struktúrát, milyen színt és milyen kompozíciót társítanék. Hogyha megvan a minta, hogy mit szeretnél készíteni, akkor mi a következő lépés? Ha megvan a minta, ez itt most pont egy egyedileg tervezett minta, az a következő lépés, hogy eldöntöm, hogy milyen színű alapanyagot szeretnék használni, hogy milyen színe legyen a mintának, és aztán előkészítem a szövőszéket, ami azt jelenti, hogy
ezeket a szálakat, amik itt futnak, felrakom a szövőszékre, és egyesével átfűzöm őket egy-egy szemen, meg ezen a fém bordán, és aztán elkezdhetek szőni. De itt úgy érzem, hogy már maga az előkészítési folyamat is órákba telik, mire ezeket a nagyon vékony szálakat itt egyesével befűzöm. Az inkább napok kérdése. Napok. Igen. Ez sok idő tényleg, mire készen áll a szövőszék, az kb. Két nap, mire meg tudom kezdeni a szövést rajta. És akkor utána elkezded a szövést? Uh-huh, igen. Akkor az már hetek, hónapok? Nem, azért nem annyira durva, de egy-egy szőnyeg elkészítése a mintától függően lehet 2-3 nap csak a szövés része, plusz az előkészítés. Uh-huh. Tehát, hogy így azért egy ilyen 4-5 nap, mire elkészül egy szőnyeg a testtől. De most is azért egy bonyolultabb mintát választottál, nem? Igen, ez sajnos előfordul. Ez egy ilyen komplexebb struktúra, kicsit bonyolultabb szőni, de a végeredmény majd megéri. A szőnyegeimen, amiket én szövök, két technika jellemző, amit most a szövőszéken van, ez egy úgynevezett lebegéses technika, ami olyan hatást kelt, mintha az anyag ki lenne hímezve ezekkel a szálakkal. És van egy másik technika, amit bogyós technikának hívtak Magyarországon régen, az pedig úgy készül, hogy egy kötőtűre kihúzom a szálat, és az rajzolja ki a mintát a textileken. Ja, hogy még ezen belül még egy kötőtűvel technikálod ki, igen, azt is egyesével. Igen, így van, ez igen. Elképesztő. Sokat számolok. És ez, amit így, ami most itt van előtted, ez milyen hosszú lesz? Ez körülbelül 2 méter lesz, hogyha készen lesz. Egy ágy mellé rendelte meg a kedves ügyfelem. Uh-huh. Hát elképesztő gyönyörű lesz, még ebben mi egy kicsit most belenézünk, de most térjünk vissza Ritékhez, akik egy különleges ékszermárkához látogatnak el. Turi Gloria 9 éves kora óta fűz gyöngyöket, ami mára hivatása lett. Drága kőhatározó és ötvös tanulmányai után elindította saját ékszermárkáját, az Oh My Pearl-t. A márka arculatának alapeleme a tenyésztett gyöngy, ami a magabiztos, titokzatos nő érzéki kiegészítője. Gloria, mi jellemző leginkább a te ékszereidre? Hát ugye az alapanyag szempontjából az, hogy gyöngyöket használok, illetve ásványokat, illetve hogy nagyon sokszor azt hiszik, hogy ez alkalmi, de ugyanúgy viselhető hétköznap is, attól függ, hogy ki milyen személyiség, ki hogy dolgozik, és azt gondolom, hogy az ékszerviselet az mindig az embernek a lelkéből jön. Ugye ez is inspirálja az ékszereket, hogy főleg párkapcsolatok, férfiak, nők, szerelem, éppen ki milyen élethelyzetben van, és pont ezt próbálom sugallni én is, hogy nyilván, hogyha kicsit szexisebbnek érzed ma magad, akkor egy mutatós darabot veszel föl, hogyha most nem vagy túl jó paszban, akkor egy egyszerűbbet, és abszolút meg lehet mondani az embernek az ékszer stílusáról, viseletéről, hogy most éppen milyen életszakaszban van. És nem csak a nőkre gondolsz, hanem a férfiakra is, de beszéljünk a női ékszerekről. Miléna, te ezeket a nagy, ilyen hangsúlyos fülbevalókat mennyire szereted? Ha gyöngy, akkor szeretem. Én már rögtön kinéztem nagyból ezt a zöldet, de én nagyon szeretem ezt a klasszikus vonalat, és ehhez nagyon passzol a gyöngy, és az meg szerintem tök extra, hogyha az alapanyag klasszikus, de mégis egy kicsit extra, mint mondjuk, ami a te füledben is van, szóval nagyon fel lehet dobni vele egy outfitet. Ezt a zöldet amúgy én nagyon szívesen felpróbálnám, szerintem a szemem miatt is. Egyébként ez a zöld fülbe való kristályokból van, és itt például nagyon képviselem az ásványvonalat, mert malahit is van benne, kromdioxid, ugye különböző élettani tulajdonságokat rendelnek az ásványokhoz a története miatt, a múltja miatt, meg az összetétele miatt is, és szerintem ez kifejezetten azért állna jól neked, mert nagyon-nagyon jól lehet használni nálad a gyöngyöket is, mert annyira élénk arcvonalaid vannak, és a gyöngy ez mindig kicsikét lágyítja. Viszont ez a zöld meg azért jó, mert Milénának nagyon élénk színei vannak, és azt még nem tudtam eldönteni, hogy meleg vagy hideg árnyalat, ez a fülbe való kicsit mindkettő, és hiába sötét a haja, teljesen így virul rajta, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
Nagyon szeretem ezt a sötét zöldet egyébként. Nagyon fontos megemlíteni a márkával kapcsolatban, hogy egyéni igények szerint is készítesz ékszereket. Ilyenkor mik a főbb szempontok? Nyilván az arctónusnak a színei is, a hajszín, a szemszín, és Milena nagyon-nagyon jól ráérzett erre a fülbe valóra, egyrészt mert tényleg, hogyha megnézitek, teljesen visszaadja a szemének a színvilágát, tehát így már ad egy keretet az arcának. Másrészt nem biztos, hogy ez a forma, mert sokszor van az, hogy ezt a formáját jönnek, és hogyha például Milena jött volna, hogy egy ilyen formájú fülbe valót szeretne, akkor rögtön ezt mutattam volna neki, mert hogyha megnézed, itt az arcvonalát egyből követi és kiegészíti azt az üres teret, viszont egy hosszú fülbe való már lehet, hogy megtörni azt a gyönyörű arccsontot, ami neki van. Az arányok nagyon fontosak, gondolom akkor az is, hogy milyen méretű ásványokat vagy gyöngyöket használsz egy-egy fülbe valónál, vagy akár ékszernél, vagy akár táskánál. Így van, mert nyilván a Milena a főszereplő az egész öltözékben, és őt szeretnénk kifejezni, és őt akarjuk ragyogtatni az ékszerekkel. Ez pont ugyanolyan, mint egy smink, hogyha túl erős, már elnyomja az arcát. Hogyha nagy az ékszer, akkor már arra figyelsz, hogy valami ott nem stimmel. És így teljesen az a fő szempont, hogy őt szó szerint kiegészítse, nem véletlenül hívják kiegészítőnek. Látunk még nem csak fülbevalókat, hanem nyakláncokat is. Esetleg ehhez el tudsz képzelni egy hangsúlyos nyakláncot, vagy pedig pont inkább egy erősebb nyakláncot és egy visszafogottabb fülbevalót ajánlanál. Azt gondolom a nyakláncokról, hogy inkább legyen az hangsúlyos, viszont akkor maximum egy pöttyfülbe való és egy kisebb karkötő, vagy igazából az lehet nagy is, mert ugye távol van a nyaktól a kar. De egy ilyen hangsúlyos fülbe valónál itt inkább egy hangsúlyos karkötőt szoktam ajánlani, és nyakláncok nem igazán, maximum egy ilyen pöttyöt, ami tényleg csak így visszaközön, hogy szintén meglegyen a kerete az arcának. Én már kinéztem amúgy ezt, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert hogy ilyen csókerszerű, tehát így ráfeszül a nyakadra. Tökéletes, jól van. Jó, és de jó a körmödhöz. Most és az pont is ilyen magas, amiről beszéltünk, hogy az arcvonalait itt teljesen lágyítja. És arra is nagyon fontos odafigyelni, hogy a gyöngynek milyen árnyalata van. Mert hogyha például ez a nyaklánc, ez nem is igazi gyöngyből van, pont azért, hogy könnyű legyen, egy sokkal sárgásabb árnyalat, és mivel Milénának is nem feltétlen meleg színei vannak az arcán, ezért lehet, hogy ez öregítené, vagy azt látnánk, hogy kiemelni a karikákat, vagy bármi ilyesmit, és egyértelműen itt eldölt, hogy neki a valódi tenyésztett gyöngy jó, ami nem ember által kreált szín. Tényleg, még egy karkötőt is el tudnék hozzáképzelni, vagy akár egy pöttyfülbe valót is. Ez volt a másik, amit kinéztem. Ha ehhez a nyaklánchoz simán megy egy ilyen pöttyfülbe való? Milena elbírja, igen. Nézzük meg! Ez a legújabb, ugye, amit most legfrissebben terveztél? Igen, mindig volt egy kis visszhang, hogy olyan nagyok az ékszerek, meg nem feltétlenül jó egész napra, úgyhogy ilyen közös megegyezés alapján kihoztunk egy ilyen kis pöttyfülbe valót. Érdekes, hogy azt említett, hogy pöttyfülbe való, és ahhoz képest egy nagy méretű fülbe valót látunk. Én azt hittem, hogy ez csak egy gyöngyöt jelent majd. Egy gyöngyel nem igazán lehet gyöngyfűzési technikával ékszert készíteni, és egyébként ez a gyöngy kagylóhéjjal borított üveggyöngyből van, mert maga a gyöngy az ugye tudjuk, hogy nem a legolcsóbb verziója az ékszereknek, és nem mindig szabályos. Ehhez a formához viszont nagyon fontos, hogy szabályos legyen, hogy kijöjjön ez a szép domború, és ezért van az, hogy ugyanolyan csillogást ad vissza, mint a nyaklánc, ami igazi gyöngyökből van, mert a felülete az a kagylónak a héjából van gyakorlatilag. Nem csak kiegészítőkről beszélgethetünk nálad, hanem mondjuk ott mögötted látunk egy ruhát is, egy felsőt, illetve ugye táskákat is itt a polcon. Mikor kezdtél el táskákat fűzni gyöngyből? Azt hiszem, hogy tavaly volt egy nagy volumenű divatbemutató, és ott láttam, hogy az ékszer nem feltétlenül köszön vissza egy hatalmas színpadról, és ezért kezdtem el abban gondolkodni, hogy lehetne ruhát díszíteni gyöngyel. Viszont a varrás az eléggé távol áll tőlem, el is tér a gyöngyfűzéstől, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor telibe legyen egy ruha, ami viselhető, illetve táska is, mert azt is nagyon sokan szeretik, és megint gondoltam, hogy mi passzolna hozzád.
Nagyon sokszor van az, aki dolgozik, rohangál, hogy nem feltétlenül viseli az ékszert, mert beleakad a kabátba, vagy ilyesmi, és ez is egy tökéletes kiegészítő, és ráadásul gyöngy, amiben a telefonodat tudod tárolni, folyamatosan elő tudod venni, és megy is az arany gombjaidhoz. Igen, és ez is teljesen feldobja a szettet szerintem. Igen, amúgy nekem minden fém alkatrészem, táskán is, ékszerben is arany, úgyhogy ez az arany-gyöngy kombó, ez nagyon nekem van, való. És ugye itt is megtöri azt a nagyon klasszikus vonalat, mivel ez már egy egészen modern verzió, és lehet nyúzni, lehet lóbálni mindent, tehát nagyon odafigyelek arra, hogy többször menjek át a gyöngyökön, és horgázzam illal, úgyhogy tényleg nagyon strapabíró. Nagyon szépek ezek az ékszerek és kiegészítők. Lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy mindkettőtöknél körbenézhettünk, illetve nálad, hogy megismerhettük a házi állataidat is. Ennyi volt mára a Stiló, tartsatok velünk a jövő héten is. Fel nem állok innen. Jól van, nézzek, amikor te beszélsz. Beszélj rám. Ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Ezt gyorsan lezártam, de még egy csomó mindent felveszünk.